az örökkévaló Isten azt mondta, nem a te érdemeid, hanem az Úr Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus érdemei alapján nincs többi elválasztás. És egy szabad út vezet be a Szentek Szentjébe, ahol van Isten kegyelmének, ki nem érdemel támogatásának, szeretetének, gondviselésének a trónusa. És azt mondja, gyere bátran a kegyelem trónusához, a szükség idején. Mi az Isten terve számodra? Élj! Beteljesed, kiteljesedett áldott paradicsomi életet élj! Ő meghalt te helyetted, hogy te dicsőséggel megkoronázva élj már ebben a testi életben és az örökké valóságban. Áldottak és szeretettek vagytok Krisztus Jézusban, itt a szép bunkerben és a képernyők előtt is. Mai predikációnak az a címe, hogy ezerszer jobb. Amen! Tudjátok azt, hogy az Isten ezerszer jobb, mint ahogy mi elképzeljük? Vagy gondoljuk, vagy érezzük, vagy látjuk cselekedni. Ő még annál is, de annál is sokkalta jobb. És sorozat, aminek a keretében elhangzik a mai prédikációnak, annak az a címe, hogy párhuzamos evangélium. Jó hír párhuzamosan a négy evangélistának a leírásából, az egy darab evangélium, ami Jézus Krisztus személyéről és a megváltásnak a dicsőséges, gyönyörűséges voltáról szól. Úgyhogy ezt folytatjuk, és egy nagyon érdekes részhez érkeztünk, egy határhoz, egy korszakváltáshoz, egy sorsfordító pillanathoz, ezt láttuk múlt alkalommal, mikor Keresztelő János elhagyja ezt a földi síkot és földi dimenziót, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy addig tart az Ószövetség, és antól kezdve a mennyek országának az evangéliumát, a jó hírét hirdetik. És a mai történet úgy ismert, lelövöm, hogy az 5000 ember megvendégelése, vagy az 5000 jó lakatása. Ez egy olyan történet, ami ennek a korszakhatár, pont erre a korszakhatárra kezdődik, hogy a sínai szövetségben való forgolódása a tanítványoknak, az már a múlté, és innen kezdődik egy új. Ezt teológilag úgy is nevezzük, hogy a galileai, későbbi galileai szolgálat vége, és ilyentől kezdve Jézus egyre inkább nem a továbbra is gyógyít, szabadít és hirdeti az evangéliumot, de már nem ez van a fő fókuszában, hanem elkezdi felkészíteni a tanítványait és magát is a teljes, tökéletes megváltásra, a keresztre. Körülbelül egy év van még hátra a kereszt haláláig, ugye most a 2,5 szolgáltának a 2,5 évében járunk körülbelül, és innentől kezdve kezdik az evangéliumnak a szerzői orientálni a mi figyelmünket a keresztre. Mert az, ami Keresztelő Jánossal véget ért, Bemerítő Jánossal, a mennyek országának az evangéliuma, az az új dimenzió, az a kereszttel lesz elérhető számunkra. Amen! És ebből a szempontból ez a történet, az 5000 ember megvendégelése egy nagyon érdekes történet, mert az egyetlen olyan csoda, ami mind a négy evangélistának a lejegyzésében megtalálható. Az egyetlen. Tehát ez egy kardinális jelentőségű, kulcs jelentőségű csoda, az 5000 megvendégelése. És ezután hangzik el majd a Jánosban, János 6-ban a mennyei kenyérről szóló beszéde Jézusnak. Szóval egy fantasztikus, különleges történet és esemény ez a csoda, amit Jézus tesz. Úgy is mondhatnánk, hogy az evangéliumnak a tetőpontja, a párhuzamos evangéliumnak az egyik tetőpontja a megváltást leszámítva, mert ugye az mindegyikben benne van, de ami csoda, amit Jézus tesz, az egy különleges, egyedi cselekedet. És Márk 6:30-ban úgy kezdődik ez a kis rész, hogy az apostolok visszatértek Jézushoz, a jó tanulók visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig szólt hozzájuk, jöhetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kis imet. Olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Tehát a tanítványoknak nem volt idejük enni a jó tanulóknak a szolgálat miatt. Amen! És akkor kanyarodunk rá magára a konkrét történetre.
De amiből mi most venni fogjuk, első nekifutásra, az a János és a Lukács. János 6-ban, 1-től 15-ig, és Lukács 9, 10-től 17-ig. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték nekik mindazt, amit tettek. Szabadítottak, üztek, gyógyítottak. És hirdették a mennyek országának a jó hírét. Amen! Mert pontosan ezt csinálja Jézus, és erre hívott el mindnyájunkat. A tanítványnak, a jó tanulónak pontosan ez a feladata, hogy az Isten természetét közvetítse. Nem csak, mert kevés ugye a munkás, nem csak ott, ahol Jézus megfordult, hanem mindenhova, ahol az ő benne hívő, a vele járó tanulók, tanítványok eljutnak. És elvonultak egy külön helyre, amikor a sokaság észrevette, utána ment. A Márkban azt mondja, hogy meglátta a tömeget, és olyanok voltak ezek a Márk 6.34-ben, olyanok voltak ezek az ember tömegek, mint a pásztor nélkül való juhok. Volt ezeknek vezetőjük? Volt. Volt gazdasági, volt politikai, volt munkahelyi, minden társadalmi vezetőjük volt. De nem volt olyan vezetőjük, akik Isten tervébe vezeték volna bele őket. És mikor Jézus meglátja, ő felismeri a szükségét, és hogy ő az, aki közvetíti. De nem csak magában látja ezt a képességet az Úr Jézus, hogy képviseli és hordozza az isteni tervet ezeknek az embereknek az életében, hanem a jó tanulók, a tanítványainak a szemében, vagy a személyében is látja ugyanezt. Amen! Ezért küldte ki őket, hogy az elgyötörteket meggyógyítsa, a elnyomottakat megszabadítsa. Az, aki nem tudja, hogy mi az Isten jó szándéka, jó terve az emberétére, annak elmondják az evangéliumot. Szóval így vannak ők ebben benne együtt, de olyan ez a tömeg, mint a pásztor nélkül való juh. Tehát nem egy elit klubról beszélünk. Oké? Okay? Nem egy ilyen kiváltságosoknak a közössége, hanem mindenféle ember. És itt felmerül egy kérdés, hogyha ezek követik Jézust, ki dolgozik? Mert körülbelül kiderül később, 5000 férfiról beszélünk, plusz nő, plusz gyerek. Ki dolgozik? Hogy lehet az, hogy ezek az emberek nem dolgoznak, hanem Jézus követik? Na, ez egy beugratos kérdés. Nem az az üzenet, hogy ne menj el dolgozni, hanem kövesd az Úr Jézus, hanem valószínűleg, nincs benne a szövegben, de sabat év lehetett. Hoppá. És valószínűleg, vannak ezek teóriák, elméletek, ugye még egy év van a nagy páskáig, amikor mindenki szabadon lesz bocsájtva. Minden fogva és mindenki visszakapja az örökségét. Ezt mondom, csak ez egy teória. De lehet, hogy ez az év a 49. év, ami sabat év, és a következő év az az 50. év a jubileumra fog esni, a páskának az ünnepe, amikor mindenki meg fogja kapni az örökségét és a teljes felszabadulást. Ez csak egy teória, nincsenek erről kézzelfogható, megkérdezhetetlen bizonyítékok, de egy nagyon érdekes gondolat és válasz arra, hogy ezek az emberek nem dolgoznak. 5000 férfi nem dolgozik. Miért nem dolgozik? Mert hite van arra, hogy az Istent kell keresnie. Amen? És hite van arra, hogy Jézusban kell keresnie az Istennek a megoldását és a tervét, ezért követi őt. Nem a papot, nem a profétákat, nem a Keresztelő János tanítványai, hanem Jézust követik. Halleluja! Szóval egy nagyon-nagyon érdekes mozzanat, és így érkezünk meg, és mikor Jézus meglátja megint csak ezt az elgyötört tömeget, akik olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok, és hol vannak ők, Jézus és a tanítványai, a jó tanulók? A pusztában. És az emberek hajlandóak kimenni a pusztába hozzá. Valami olyan dolog van ezeknek az embereknek a szívében, ami átlát a pusztán. Valami olyan dolog van ez embereknek a gondolkodásában, szemében, szemléletmódjában, az egész életvitelükkel, vallásos rendszerükkel, judaista, törvény szerint életükkel, ami mégis azt mondja, hogy a puszta is jobb ennél, ha ott van Jézus.
Amen! Mert ő senkit nem küld el üres kézzel. De Jézus elvonult, hogy ne szorongassa őt a tömeg, de az emberek sokasága észrevetés utána ment. És figyeljetek, Jézus mit csinál? Lukács 9:11-ben. Jézus örömmel fogadta őket. Amen. Még egyszer mondom, nem az elitklubot, nem a krémnek a krémjét fogadta ő örömmel, hanem azokat, akik megoldást kerestek az életükre. Akiknek hitük volt, hogy több kell, hogy legyen ebben az életben, mint ami. Lehet, hogy kétszer több. Lehet, hogy százszor több. Lehet, hogy ezerszer több. De több kell, hogy legyen az élet arról a mókus kerékről, amiben élünk. Azokról a szintű csodákról, gyógyulásokról, jelekről, amikben élünk. Mert hallunk egy másikról. És látjuk, hogy nem csak Jézusban, hanem a tanítványaiban is ugyanúgy működik. Pedig ismertük 3,5 évvel ezelőtt, Péter egy ugyanolyan semmire való halász ember volt, mint én, gondolhatta az egyik. Meg a másik a vámszedő, meg a harmadik, meg a ne... És hogyha nekik lehet, akkor mi van velem? Te egy jó bizonyság vagy, hogy mi lehet az emberekkel. Hogy mit akar az Isten az emberekkel. Amen! És követték őt is, Jézus örömmel fogadta őket. Halleluja! Ő örömmel fogad téged, bármikor, bármilyen ügyben, bármilyen körülmények között. Mindig örömmel fogad. És beszélt nekik az Isten országáról. Nem a törvényről beszélt nekik, nem a keresztelő Jánosról beszélt nekik, hanem az Isten országáról. Arról a mennyeri életről, polgárjogról, amit az ő halálában fog megszerezni. Azt, hogy jobb, ezerszer nagyobb élet vár már itt ebben a világban és az eljövendőben. Maga az Úr Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt, az bőségben éljétek meg. Aki én miattam elhagy anyát, apát, fitesét, nőtesét, házat, mezőt, már ebben az életben százszorosat kap helyette. Amen! Tudok erre amen mondani? Ez egy ígéret. Halleluja! Halleluja! Ez fú! Ilyet mond Jézus? Óvatosabban Jézus a szavakkal. Mert valaki komolyan fogja venni, hogy százszorosat. És tudjátok, mit mond az Úr Jézus? Bárcsak ott tartanánk. Hogy minél több mindenki komolyan vegye, amit mondok. Mert ez a biblikus hit. Hinni Jézusban, és hinni az én beszédeimben. És aki hisz az Isten dicsősége, ami Jézus Krisztusban megjelent, az meg is fogja látni. Amen. Szóval Jézus örömmel fogadta, mert látta ezekben az emberekben. Ezeknek az embereknek nincs más megoldás. Ők nem a másban akarják, nem a templomban, nem a saját ügyeikben, nem a saját forgódásokban, nem a szomszédban, nem tudom miben másban. Nem másban, hanem tőlem várják a megoldást. És hogy ennyire éhes a szívük, mondom, éhes a szívük, hogy még a puszta is jobb, mint amiben benne vannak, hogy még a pusztában is hallandók utána jönni, nem tudva, hogy mi vár rájuk. Ezeknek az embereknek kész a szíve arra, hogy befogadja a hitnek a beszédét, és hogyha befogadja a hitnek a beszédét, akkor meg is cselekedje, meg is teremje a hitnek a gyümölcseit. Amen! Azaz az áldott isteni mennyei életet. És ezért beszél nékik Jézus, valamondá, ezért beszél nekik Jézus az Isten országáról. A mennyei dolgokról. A mennynek a tervéről az ő életükre. Ott, akkor, és ugyanerről beszél itt és most, ma is az Úr rajtam keresztül. Amen! Beszél nekik az Isten országáról. És ne érjen téged meglepetés, gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Aki szabadulásra volt, az megszabadította. Ugyanabban van benne. Az Isten az emberért van. Az Isten az embert szeret, és azt akarja, hogy kiszabaduljon az ördögnek az igájába, a fogságába, az elnyomásába. Pontosan ezért kente fel a názáreti Jézus az Isten szent szellemmel és hatalommal, hogy szerte járjon, és ezt tegye. De nem csak ideig, óráig, ne csak egy kicsit jól lakassa, hanem az örök életre megváltoztassa az emberi sorsot. És nem csak, hogy ő rajta keresztül, hanem mindazokban, akik hisznek benne, azokat is elhívta arra, hogy rajtuk keresztül is, a jó tanítványokon keresztül is, legyen végre pásztoruk a elgyötört pásztor nélkül való juhoknak. Amen. Fantasztikus. Fantasztikus.
Amikor a nap már hanyatlani kezdett, 12 oda ment hozzá, és ezt mondták neki. Mester, elég lesz már. Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falfakba és településekre, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek. Mert itt lakatlan helyen vagyunk. Bocsásd el őket. És nagyon érdekes, Jézus válaszol nekik. Ti, Péter, Jakab, János, Tamás, ti adjatok nekik enni. Húha! Fel van adva a lecke. Ti adjatok nekik enni. János, érdekes megnézni, hogy azért veszük párhuzamosan. János 6:6-ban. 5-től olvasom. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy tesztelje. Ne, Jézus tesztel. Ezeket azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. És akkor jönnek a tanítványok, azt mondja, ti adjatok nekik enni. Azért mondta ezeket, hogy próbára tegye, és akkor ezek azt mondják, hát hogyan, mester, mit csináljunk? Azt mondja, még megkérdezik, de honnan szerezünk akkor kenyeret nekik, fiúk? Ti mit mondtok? Mi a véleményetek? Lehetetlen. Hitetlen. Lehetetlen. Hitetlen. Jézus azért kérdezte, azért mondta, hogy próbára tegyen. Mivel akarta őket? És mind a négy evangéliumban benne van. Mivel akarja próbára tenni? Tudva azt, hogy mit fog tenni? Az Isten nem éri meglepetés, mikor te próbákban vagy. Jaj, az Úr ezt nem látta előre. Mi lesz most? Hogy engedheted bele ebbe? Tudod, hogy engedheted bele? Ő úgy látja, hogy te jó tanuló vagy. Te a jó tanuló vagy, te a tanítványa vagy, akin keresztül részesíteni akarja a pásztor nélkül való juhokat a mennyei vezetésre. A mennyei mintára a családodban, a munkahelyeden, a barátaid között, a gyülekezetben, a társadalomban. Ezért engedi meg, hogy ne az lásd, hogy úha, mekkora szükségünk van, hanem hogy azt lásd, hogy mekkora Istenem van. De még azt sem lásd, hogy mekkora hit kéne ehhez, mert itt ezek elkezdenek számolni ám, mérik, mérjecskélik, méregetik a hitüket. Ha 200 dénár pénzünk volna, végül is lehet, hogy van, nézzük már meg, és van, mert azt mondja a másik, hogyha elmennünk most, mi menjünk el és vegyünk, és nem az a kérdés, hogy van-e annyi pénzünk, hanem hogy elmenjünk és vegyünk, akkor lehet, hogy, de az még mindig kevés ennyi embernek. Jó, elmegyek és elköltöm az összes pénzemet a kenyérre. De hát az még mindig kevés ennyi embernek. És azt akarja, ne azt nézd, amikor próbák között vagy, hogy mennyire kevés, mennyire kicsi az, amit van, hanem hogy mennyire nagy a te Istened, aki előre tudta, mit fog tenni. De azért megkérdezi tőle, mit csináljunk? Hogy csináljuk? Akarjátok látni, hogy a menny hogy csinálja? Na akkor meg fogodom nektek mutatni, ezt mondja a sorok között. Úgyhogy én is meg fogom nektek mutatni, hogy hogy csinálja a mester. Mert ő tudta, hogy mit fog és hogyan fogja. Emlékezz a nehéz időkben, milyen nagy Istened van. Ne azon gondolkozz, hogy milyen kevés hited van.
hanem hogy milyen nagy Istened. Mert onnantól kezdve te arra nézel, hogy milyen nagy és csodálatos, csodatevő Istened van, a hited, a hitetlenséged elpárolog. Azzal, hogy te őt szemléled, a hited nő. Azzal, hogy te számolgatsz, a hited csökken. Nagyon egyszerű képlet. Azzal, hogy te csodálod, dicsőíted, imádod, hogy milyen nagy Istened van a nehézségek ellenére, közepette, annál inkább nő a hited, és annál inkább párolog a hitetlenség. Annál inkább, minél inkább számolsz, nézel, okoskodsz, és keresed a megoldást, ahelyett, hogy csodáld és imádod Istent, annál inkább nő a hitetlenség. És a reménytelenség. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hát ezek, hogy mindenki kapjon valami keveset. A szándék, a jó szándék, legalább azt láthatják tőlünk, mi Jézusra vagyunk, legalább a jó szándék megvan. De figyelj, ez a beugró egy tanítványnál. Legalább a jó szándék megvan benned, hogy másokért élj. Amen. Legalább a jó szándék, mert az a beugró. És itt a továbbképzés. Na ne csak a jó szándék legyen meg, hanem szemléld a mestert. Gyönyörködj benne, miközben fetetlen arccal szemléljük az ő dicsőségét. 2 Korintus 3.18. Mint egy tükör által, az ige által, mi is valahányan átváltozunk az ő képére és hasonlatosságára a Szent Szellem által. Ki végzi ezt a átváltozást? A Szent Szellem. Amen! Mi végezzük a gyönyörködést, a szemlélést, és még azért még egy pár lecke lesz itt. De nézzük Jézust. Tudjuk azt, hogy ő már neki megvan a megoldása. Vagy úgy itt, vagy a képernyők előtt, hogy van problémád, ami neccesen, talán egy kicsivel megúszva megoldható. Nyugodtan feltelted a kezedet. Van olyan problémád, amit ha fenne-fenné teszik, akkor sem megoldható? Látszólag? Az első lecke. Ne a problémára néz, hogy mekkora, hanem Istenre néz, hogy mekkora. Amen! Mekkora Istened van, mert ő már tudja, mit fog csinálni. A próbával együtt már elkészítette a kimenekülés útját. Harmadik ige, előre elkészített cselekedetekben járat ő téged. Amen! Ez az első lecke tanítványként. Minden, bármelyik evangélium, bármilyen zsidó, görög, római vagy gyülekezethez tartoznál is. Tudd azt, hogy Isten tudja, miben vagy. Nem lepi meg, hanem már előre azt is tudja, mit fog csinálni. Egy kérdés van. Együtt működsz-e vele? Mert ő ránézel, és nem a problémákra. És mikor te ő ránézel, átváltozol, olyan leszel, mint ő. Halleluja! Szóval még hogyha minden pénzünket odaadnánk, tehát van neki kasszájuk, azt is azért megjegyezném, kevés lenne, mert valamennyi kapnának, de Jézus azt mondja, ti adjatok neki. Jó, Jézus, én adok neki, de az, amit én tudok adni, abból, amit veled együtt sikerült felhalmoznunk az erszénybe, az is csak kevés. Nekünk nem az kell, ami veled van, értsétek helyesen, ami melletted futva van, hanem nekünk az kell, ami akkor van, amikor te bennünk vagy. És mi te benned. Amen! Neked nem az kell, ami a gyülekezettel együtt jön így mellékesen, hanem nem az, neked az kell, aki a gyülekezetnek a feje. Amikor ő benned és rajtad keresztül éli és vezeti a mennyek országához az embereket. Csodákkal, jelekkel, gyógyulással és üzenettel együtt. Amen! Halleluja! Halleluja! Mekkora Istenünk van. Ez az első lecke. Tudni, mekkora Istenünk van. És akkor az egyik tanítvány nagyon felbuzdult, András. Hirtelen belekapott a szél a vitorlájába, a Szent Szellem belekapott a hitébe. Hú, mi lenne, hogyha van itt egy kisgyermek, és őt hoznánk Jézushoz, akinél van 5 darab árpakenyér
és 2 kicsi halacska. De mi ez ennyinek? És figyeljétek a hit és a hitetlenség libikolkáját. Hogy jut eszébe? Minek jut eszeibe? Neked? Hogy jut eszedbe? Minek jut eszedbe? Az Úrhoz jönni? Mikor közben? De hát mi ez? De azért jutott eszedbe, mert a hitnek a morzsája úgy lángja, úgy pislákol benned. Itt Andrásban... Jézushoz. Jézushoz. Hozzuk Jézushoz. Amen. Ez a hitnek a... Jézusnál van a megoldás. Jézusnál van a megoldás. És mondta, hát van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Ennyinek. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott. Nagyon fontos, férfi. És ez nem egy férfi gyűlés volt. Tehát a férfiakon kívül volt még nő, és volt még gyerek, legalább egy. De ha van egy gyerek, hogy általában több is van. Amen. Ráadásul kint voltak a pusztában. Ez a gyerek nem egyedül jöhet, hanem valószínűleg a szülei. De ott volt. Nem volt több, mint 5-2. 5 kenyér, 2 kis hal. De hát, mit csinálunk az 5000 férfi, és férfi, 5000 éhes férfi. A tanítványok ráéreztek, hogy ezeket jobb elküldeni most, amíg még eljutnak, mert ha nem, itt komoly balhé lehet. A tesztoszteron dúl a testükbe, a gyomor az parancsol, és bármilyen szépen beszélsz Jézus, ha ezek éhesek, 5000 férfi. Lehet, hogy nem lesz elég, nem lesznek elég a szép szavak. És ugye Jézus erre ezt mondja nekik. Ó, jó, ez a kicsi, ez a kevés, ami a hitből indult, mert a Fülöpnél nem volt hit. A Fülöpnél matek volt. Kiszámolta, ennyi van az erszénybe, ebből ennyi meg ennyi kenyeret tudunk venni, hát itt na, sacra hány ember van, egy falatot mindenki kap, a jó szándék megvan, de ez még nem hit. Az András, ő azért egy fokkal előbbre járt a feladatok megoldásában, mert azt mondja, ó, hát ez semmi, de mégis hozom Jézushoz. Második lecke. Ha már tudod, hogy mekkora Istened van, nem a problémára figyelsz, hanem arra, hogy mekkora csodálatos, csodatevő Istened van, akkor csak kezd el azzal a kicsivel, amíg a kezed ügyében van. Amen. Csak annyit. Csak egy jó szó, csak egy 100 forintos, csak egy ima, amire képes vagy, és egy kihirdetés, hogy gyógyult vagy, Jézus sebe járta, és hogy az Isten szeret téged. Kezd el azzal, amíg egy... De Jézushoz gyere. Mert Jézus mellett a két ej ugyanígy oszlik. A sötétség a világosságot nem bírja. Nem bírja befogadni. Nem tudott lenni. Második lecke. Tehát, hozd Jézushoz azt a kicsit, bármennyire is kicsi, egy gyerek uzsonnája, gondolj bele, 5000 éhes férfinak. Egy gyerek, ez már provokáció is lehetett volna, de 5000 éhes férfinek egy kicsi gyerek uzsia. De hogyha hit van benne, az a kis uzsi, a hitnek a szállító eszköze, mert ebben a fizikai világban mondok egy másik titkot, mikor te adakozol, te nem pénzt adsz. Úgy, azt is adhatsz, de az felejtsd el. Ami nem hitből van, az bűn. Az az adakozás, ami nem hitből van, az bűnözés. Ennyi. Tehát akkor, az Isten nem a pénzedet akar, hogy te bűnözzél, hanem a szívedet akarja. Mert ahol a kincsed, ott a szíved. Ahol a szíved, ott a kincsed. Oké? Okay? Tehát maga az a pénz, az csak egy anyagi hordozója a hardware a szelleminek, a szoftvernek. Nincs szoftver hardware nélkül, oké? Okay? Addig nem működött a szaporodj és sokasodj áldás, amíg férfivá és nővé nem teremtette az embert.
Tehát kell a hardware, és utána áldja meg őket, és tölti rájuk a szoftvert, és az a hardware hordozza, adathordozó, ugye? Hordozza a szoftvert, amit tudja csinálni, amit csinálnia kell. A pénz az adakozásnál csak a hardware, az adathordozó, ami a te hitednek, az anyagi életeddel kapcsolatos hitedet hordozza. Amen? Ugyanez a képlet itt is. Ez a kis uzsona teljesen mindegy, hogy mi. Ez egy adathordozója a hitnek. Amen? Az adathordozója 5 kenyér és 2 kicsi hal. Egy kisgyerek uzsonája, az adathordozó hardvere annak a hitnek, ami szoftver. Ami szellemi, de ami annyira képes és annyira potens, hogy előhozza, hogy letölti a mennyből, a mennyek országának a javait ide a földre. Ne. Hogy ami a mennyben van, meg lesz itt a földön. De kell hozzá hardware. És majdnem bármi lehet hardware. A pénz lehet hardware. Az uzsonna lehet hardware. A te személyed, tested lehet hardware. Egy adathordozó. Egy kendő, egy kötény lehet hardware. Ha te azt hittel töltöd meg, az képes arra, hogy a mennyből letöltse a fizikaival, ami a mennyben van, az meglegyen itt a földön is, Jézus nevében. Igen és ámen. Amen. Szóval ez volt itt a kulcs. A matek nem elég, hogy letöltse a mennyeit. A matek arra elég, hogy lássad, hogy hitszel és meg nem is. Nem tudod még. De akkor ne erre libikókázz, hanem élvezd az utazást is. Nézd, és tudd, hogy ő, a te urad, a te csodálatos Istened már tudja, mit fog tenni. Akkor utána fogd azt, ami második lesz kell, fogd azt, ami a kezed ügyében van. Azt a kicsi dolgot. És töltsd meg hittel. Akkor töltesz meg valamit hittel, hogyha te Jézushoz hozod. Hogyha te Jézus nevében csinálod. Hogyha te Jézus missziójába fekteted be. Akkor Jézus körül kell lennie. Akkor van hit. Biblikus, Krisztus központú hit. Amen? Tehát Jézus azt mondta, oké, András, kicsi hit már van. Mert ide jössz nekem ezzel. Egy főnök azt mondta, ezzel? Mit akarsz? A racionális ezt mondaná. Ezzel? Te vicce, te provokál, te szórakozol. És még a kisgyerektől is elveted az uzsonát. Szégyeld magad. Nem, azt látja, hogy van egy kicsi hit, mert ha nem hitből van, akkor nem is jön oda. Eszébe se jut oda jön Jézushoz, oda hozni ezt a két halat és 5 kenyeret. És azt mondja, sínen vagyunk. Ez már az. Elindultunk. Az, ami van, az kell. Ha mustármagnyi hitetek volna, ti Krisztus központú áldott emberek, és elkezdenétek azzal Jézushoz jönni, megtölteni a körülöttetek levő adathordozókat, világot, anyagi dolgokat, a hittel, a mustármagnyi hittel, leszállna a menny. Amen. És akkor Jézus látja ezt a mozdulat, és nem kevés ember van itt. 5000. Lehet, hogy másoknál volt több minden, kaja is. Egy ilyen energiabár, hogy hívják ezt? Hogy van? Magyarul is ugyanem, ugye? Hogy van ez magyarul? Energiaszelet, úgy ott volt a fal zsebében, biztos, ami biztos. Másiknál a szőlőcukor, csak hogyha kell egy kis buszt, mindig ott. De egyikhez sem, hanem ahol hit volt. Ahol hittel indult meg. Mert ez az András hittel indult meg. És figyelj, ez a szép, mikor te hittel indulsz meg, és Jézus az érkezel, mikor visszahőkölsz egy kicsit, de már ott vagy Jézus vonzás körzetében. Ott vagy az ő jelenlétében. Ott vagy az ő világosságában, amiben nincs sötétség és még árnyék sem. És azt fogja mondani, hogy nem gond, itt vagyunk. Oké? Okay? Ez már elég ahhoz, hogy elinduljunk. Csak kezd el. Második leszke. És akkor jön Jézus. Ő az ötletgazda. És most nagyon botránkozni fogtok. Jézus azt mondja,
Öltessétek le őket csoportokba, 50-enként. A Mátékban azt mondja, 50-es és 100-asával ültek le, nagyon szabálykövetőek az emberek, és mondja, hogy 50-esével, itt ők 50-től 100-ig helyezkedtek el. Nincs nagy újdonság, ma is körülbelül így működik, hogy az emberek ennyire szabálykövetőek. De azt mondja Jézus, ő az ötletgazda, hogy rendet, húha, csodákat akarsz látni, a hitednek a működését akarod még inkább kimaxolni. Van egy rendje mindennek. Jézus az ötletgazda. Ültessétek le őket 50-esével. Isten a rendnek a szerzője. Mikor te tiszteled a rendet, te Isten tiszteled. Amen? Tudtok erre ámen mondani? Minden, ami létrejött, az ő ránézve és belőle teremtetett. Minden. Minden. Látható és a láthatatlanban is. És mindenhol van egy rendezettség. Rendeltetése van a dolgoknak. Ez jelenti, hogy rend. És ennek ő a szerzője. És amikor mi tiszteljük a rendet, a rendeltetését a dolgnak, akkor végelemi az egy Isten tisztelet. És Jézus az ötletgazdája itt is, még egyszer kihangsúlyoznám, azt mondja, ti ültessétek le őket. Ti, akik most a vezetői vagytok az elgyötört pásztor nélkül való juhoknak, kövessétek azt a rendszert, azt a struktúrát, azt az irányt, amit én most mondok nektek. 50-esével. Még egyszer mondom, az emberek itt is kilógnak, és ott is kilógnak. De legalább van egy irány, aménbe menni kéne. Az 50-esével. És nagyon érdekes az 50-es. Megint. Miért Jézus pont az 50-esével akarta? És pont 5 kenyér volt. És pont 50-esével. És pont 5000 férfi volt ott. Mert az 5-ös szám az az Isten kegyelmének a száma. Na Isten kegyelméből működik. Ezek az emberek nem jó hívő emberek voltak. Vagy nem tudjuk, milyen hívő emberek voltak, de judaista szempontból a renegáltak közé tartoztak, mert nem a templomba mentek, hanem Jézus követték. Amen? Nem a törvénytől várták a megoldást, hanem Jézustól. Nem bűnvalláshoz jöttek, hanem követték őt, és gyógyulni akartak, szabadulni akartak, és egy új, jobb életet. Amen. És nincs leírva, hogy mindenki végigvallott mindent. Ezek nem jó, nem szent ember, nem jobb emberek, mint amilyenek az emberek ma. De Isten nem személyválogató. Ő kegyelmes. 5 kenyérből, 50-esével, 10-es szorzó, 5000-et. Amen. 1000-szer jobb Isten, mint ahogy a te kis dobozodban benne. Ismered kicsit Isten kegyelmesnek? 5 kenyér, ó, Uram, köszönöm az 5 kenyeret. Szorozd meg 10-zel. Szorozd meg 100-zal. Szorozd meg 1000-rel. Ősz 1000-szer te jobb, mint ahogy kegyelmesebb. Ragaszkodom, mint ahogy te ezt el tudod képzelni. Azokkal, akik nem érdemlik meg. De közel jönnek hozzá. De őt keresik, ő hozzá jönnek. Szóval megmondta, hogy 50-esével ültessék le őket. 12 tanítvány van, kicsit matekozzunk, hogy ezeket szeretem. Körülbelül akkor, hogyha 5000 férfiről beszélünk, az 100 csoport. Ha a nőket és a gyerekeket is beleszámoltjuk, 100 és 200 gyülekezet. Ott a mezőn. Elkülönülve. 100 és 200 gyülekezet. Hányan látjátok? Én már látom. Halleluja. 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 Ülnek. Kilógnak itt 100-an vannak, ott 12-en, már 22-en, nem 12-en, hogy félrejtés is legyen. De nagyjából ez az irányelv, hogy 50-esével. Mert a kegyelmet akarjuk sokasítani. Az Isten kegyelmét akarjuk szorozni. Kegyelmet kegyelemre. Kegyelmet kegyelemmel szorzunk. Azaz hatványozunk, amíg el nem éljük Krisztus teljességét. Amen. Halleluja. Fantasztikus az üzenet. Jobb, mint ahogy gondoltam, hogy lesz. Mert 100-szorta 1000 te jobb az Úr, mint ahogy én gondolom. De mint ahogy te gondolod, annál is jobb. Mindig, minden szinten, minden körülmények között. Halleluja. Halleluja. Szóval ültessétek le. Az Úr az ötletgazda, hogy kijelöl
elöljárókat, nevezzük így, vezetőket, akiknek megmondja, hogy hogy, de hát én nem, ki vagy te különben is. Pokszolnak. 100 és 200 csoportot kell alkotniuk, a 12 tanítványnak is. A 12 tanítványnak, gondolj bele, ez egy hitpróba, követed-e a mester utasítását? Utasított őket? Kérte őket? Szerintem kérte őket. De mi, hogyha utasítana? Utasítás is lehetett volna. Engedelmeskednek-e annak a rendnek, amit Jézus kért tőlük? Te, ha ott lettél a 12 közül, és látod, hogy hát ez bizony csak 5 kenyér és 2 hal, és Jézus hú, nagyot mer álmodni, azt mondja, ültessétek le őket. Engedsz neki? Mind a 12 engedett? Nem, nincs leírva. És közben mit gondolt? Te közben mit gondolnál? Nagy beégés lesz. Nagy marhaság ez. Miért? Minek? A hitüknek a tesztje? Folyamatosan. Na jó, a kiindulási alap nem volt meg, Andrásnál meg volt. Jó, köszönjük. Na most akkor abból, amink van, menjünk tovább, srácok. És nem csak András, mindnyájan. Menjünk tovább a Jézustól kapott iránymutatások alapján. Szépen, rendezetten. Üljetek le. Nem olyan könnyű ezt ám a rendet megtartani 5000 éhes férfi között. Különben is, ki vagy te? Mert Jézus még csak-csak is ment, de ki vagy te? Hú. 12 tanítvány, jó esetben. Hitével küzd, birkózik. Pedig Jézus tudja, mit akar csinálni. Te bárhol vagy, küzdesz a hited. Tudjad, Jézus tudja, mit akar csinálni, és hogy fogja megoldani. A. 2. Hozd azt a kicsit, amit van. Nincs, nem volt, és nem hozok semmit. Jó. De ha itt vagy már, akkor működj együtt. Azzal, amivel gazdálkodunk, abból, amink van. Hitáltal. Amen. Működj együtt. És Jézus, az ötletgazda, megmondja. És utána Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, és ugyanúgy a halakkal is. Ez a János 6-ban volt. Lukácsban. Ültessétek le őket a csoportokba 50-enként. Így tettek, és leültették valamennyit. Szerintem addig Jézus nem kezdte el, amíg mindjárt le nem ültek. De csak itt nem vagyunk azért 5000-en, még, halleluja. De milyen egyszerű leültetni ezt a nagy maréknyi embert, aki itt van. Valaki mindig jobban tudja, hogy most kell pisilni mennie. Most éppen imádkozok ezzel a tesó, és nagyon jó az imádkozás, és hogyha szükséged van, az egy nagyon természetes dolog. De van a mennyben is, és van a földön is, az Isten tisztelet jelé, jegyeként, és annak a kifejezéseként egy szép és ékes rend. Botrány. És miután valamennyien leültek, ott még áll egy ember. Ő is üljön le. Ő éppen most állt fel. Hát üljön már le, már mindenki hőbörül. Üljön már le, te is. Hát nem látod, Jézus vár. Na, miután valamennyien leültek, és ehhez használta a 12-t szócsőnek, meg ilyen meghosszabbított kéznek. Oké? Okay? Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, és megáldotta. Amen. 2 szó van. A János azt mondja, hogy hálát adott. Lukács azt mondja, hogy megáldotta. Nincs ellenmondás a Bibliában. Aki nem hálás, nem tud áldani. Aki nem hálás, nem tud áldani. Aki nem elégedett azzal, ami van, nem tud mennyei módon nagyobbra kinyúlni. Amen.
hálát adott, és ez rendszeresen visszatér, ugyanúgy az utolsó vacsorán is Jézus veszi a kenyeret, hálákat ad az egyik verzióban, az egyik evangéliumban, a másikban meg megáldja. Amen! Ez a kettő az éremnek a két oldala, mert a hálával te átveszed, és azt mondod, hogy elismerem, hogy ez is, ez a kicsi is, ez a kevés is, ez a kettő és öt is tőled van. És utána megáldod azt a kicsi, kevés anyagi adathordozót, amit már kaptál, azt te betöltöd a hited által, a mennyeinek a természet, mint egy mag, azzal a genetikai információval, ami a mennyből származik, ez az áldás, ez a szoftver, hogy mikor ki fog menni az a mag, az elkezd gyümölcsözni, és növekedni, és osztódni, és sokasodni, és szaporodni, nem tízszer, nem százszor, hanem ezerszer ezer módon. Amen! Ezért fogja, és azt mondja, igen, ez is tőled van. És ezáltal már megnyitotta, már megszentelte a hálaadás által, alkalmassá tette azt a kis bucit, azt a 20 forintost, azt a 20 ezrest, azt a munkaórát, azt az eszközt, amit éppen, vagy azt az energiát, amit éppen befektet az Úr Jézus missziójába. Megszenteli hálaadás által. Mikor te eszel, megszenteled a falatot, hálaadás által. És onnantól kezdve az a falat, az már szent. Onnantól kezdve már neked egészséget tud közvetíteni. Amen, halleluja. De van még több is. De nem csak, hogy megszenteled hálaadás által, mivel ha meg is áldod azt a falatot, hogy abba a már szent adathordozóba, az Isten dicsőségre elkülönített adathordozóba, te belehelyezed a mennyei DNS-t. Az áldást, a hitnek a belehelyezésével, az áldás mondásával, és azt mondod, hogy nem csak, hogy hálás vagyok ezért a falatért, hogy van, hanem ez a falat olyan energiával, olyan élettel fog engem feltölteni, ami megváltoztatja az én életemet, családomat, környezetemet, és ezt az országot is. Egy étkezés által. Egy étkezés által. Vagy hogyha betegséged van, áld meg azt az ételt, azt a megszentelt hálával megszentelt falatot. Rakd bele az hitnek a beszédét, amiből előáll a valóság, hogy ez neked gyógyulás fog közvetíteni. Hogy neked az fogyás fog közvetíteni. Vagy hízás fog közvetíteni, ha éppen az kell. Vagy izmosodást, vagy szépülést, vagy a hajadnak a növését, vagy a bármi mást. Naponta legalább háromszor gyakorolhatod a hitedet. Hálaadás által megszentelve, és utána megáldva. Aki nem tud hálát adni, az nem tud áldani. Az nem tudja beleszorítani, belehelyezni, belerakni az isteni dicsőséget abba a fizikai adathordozóba. Amen. Szóval Jézus hálát adott azért a kicsi falatért. Az öt kenyérért, azért a kicsi kegyelemért, és a két halért. És utána megáldotta. Nincs leírva, hogy hogy áldotta meg. Saját szavaiddal. Mi az igény? Úgy áld meg. Haza falatra, az az igény, hogy fogyasszon, akkor úgy áld meg. Haza az igény, hogy gyógyítson, akkor úgy áld meg. Haza az igény, hogy izmosítson, példának okáért, akkor úgy áld meg. Haza pénz, mag. Nek az az igénye, hogy a számlát ki tud fizetni, akkor úgy áld meg, hogyha az igény, hogy finanszírozni tud a mennyek királyságát, akkor úgy áld meg. Ha az a szolgálatra odaszánt idő, és test, aki te vagy, és személy, de az az igény, hogy kevesebb munkával többet tudj az Úrnak szolgálni, akkor úgy áld meg. Ha az az igény, hogy tanuljál általa valami új dolgot, amit kamatoztatni tudsz, akkor úgy áld meg. Áldj. Hála és áldás. Hála és áldás. Ne csak hálát adj. Áldj. Mert akkor jön a csoda. És jön a csoda. Jézus hálát adott, megszentelte, és belehelyezte az isteni természetet. Ami a mennyben van, a mennyek országát nem csak mondta, hanem bele is helyezte a szoftvert az adathordozóba, hogy is kiküldte ezt a programot, hogy csinálja, amit csinálnia kell. És amikor kiment, tört, megtörte, és a tanítványoknak adta, plucs, tessék parancsolni.
hogy tegyék a sokaság elé. Milyen kicsire törte, hogy 12-nek adjon? És nem tudjuk, mert nincs leírva. De ahogy megtörte, és odaadta a tanítványoknak, a jó tanulóknak, itt jön egy csoda. Tehát a harmadik lecke volt az, hogy légy hálás, és áldj, és utána cselekedj. Azzal a kicsivel még kisebb került a kezedbe, mint ami volt, pedig eleve nem volt nagy, ha ismeri valaki. Pedig nem ismeritek, nem baj. Pedig eleve nem volt nagy a térfogat növelőtől, az a kis pogácsa. Na körülbelül úgy van, úgy voltak itt is. Az az öt kenyér, az eleve nem volt sok, de abból még Jézus tört, és azt adta oda még kevesebbet, hogy na akkor ezzel sáfárkodjál, ezzel gazdálkodjál. A negyedik leszke. A te kezeid által történik a csoda. Amen! Jézussal a középpontba, az ő terve szerint, a minimumból indulva, a te kezeid által, a hála és az áldás által történik a csoda, mert Isten csodálatos, és ezerszer többet ad, mint te tudnád, képzelnéd, vagy elgondolnád. Ezerszer többet ad. És oda mentek, és mind a 12 tanítványnak 100 és 200 csoport között, tehát hány jutott fejenként 10 csoporthoz, 10-50 fős gyülekezethez oda kellett mennie. Azzal a kicsivel. 10 és 20 közötti gyülekezethez oda kellett menni azzal a kicsivel. És mikor már nem tudjuk, hogy miközben ment, szaporodott vagy sokasodott. Mikor odaadta, lett a kezébe, már nem tudjuk, nincs leírva, mert nem ez számít. De azt tudjuk, hogy kiosztotta az ott ülőknek Jézus, de a tanítványoknak a keze által a szép rendben. Ki osztja? Jézus osztja. Tanítványokon keresztül. Amen. Az isteni rendeltetés a ötletgazda iránymutatása alapján. Amennyit csak kívántak. Én kérek még. Tessék. Vigyétek! Hát ne állod, a te kezed között történne. Ráéreszem az ízért. Ezt tudom az elsőnek, és még van 10 csoportom. És oda jön, és gondolj bele, amikor az első, nem hogy 5 nincs a kezedben, kevesebb, mint a fele egynek van a kezedben a kenyérből. Halból meg aztán is számoljuk, hogy mennyi. Ilyen csipetnyi. És amikor odaössz az elsőnek, és átnyújtod, és már futsz, nehogy megverjenek. De valahogy, hogy nem, megint a kezedben. Nem tudunk, hogy történt. De mikor adod? És adod. És egyre inkább azt látod, hogy akkor már kezdett szorni. Vigyétek! Még! Ezért mondja azt, hogy amennyit kívánta. Én meg kérek! 5000 éhes férfi! Plusz nő, plusz gyerek! Én még kérek! Amikor pedig jól laktak! És jön János! Még! Jön! Ez nem áll meg! Ez 100-szor, 1000-szer jobb, 1000-szer több, mint ahogy gondoltuk volna! Vigyétek! Elkap a gépszíj, nem tudom, hányan tapasztaltatok már ezt, mikor az Isten gépszíj elkap, és vigyétek, ne, adjál már, te vagyok, már rosszul vagy, már csak ránézel, és már öklendezel tőle. Megvan? Ott tartunk, mert egyik gerjeszti a másikat. Amen. Azt, ami a kezed ügyében van, Jézushoz hozva, hittel, hálával és áldásra utána kezd el cselekedni. A rend alapján, és elkezd sokasodni, elkezd százszorozódni, ezerszeresedni, és árad és árad, amennyit kívánnak. Figyelj, Istennek az ellátása soha nem fogy ki. Hát az ember, hát én szeretem volna többet az Úrból, de hát ennyi jutott. Soha nem Istennél van a fedő. Nem Isten tartja a fedőt, nem Istennél van a plafon, nem Istennél van a limit, hanem nálad van a limit. És ameddig kívántak, amíg volt, aki adott, lett, és degeszre ették magukat. Degeszre,
ameddig jól laktak, mikor már nem kívántak többen. Nagyon diplomatikusan fogalmaz az ige. 5000 éhes férfi, plusz nő, plusz gyerek. Az Isten kegyelme így sokszorozódik, ezerszer több, ezerszer jobb, ezerszer nagyobb, mint ahogy te azt el tudod képzelni. Kidőlt, még jó, hogy ültek ki, feküdtek a fűvön. Nem nála van, nem az Istennél van a limit. Amen. Ő kifogyhatatlan. Neki ez az egyik neve, hogy El Shaddai. Kifogyhatatlan. Folyamatosan, most ez egy 18-as karikás rajz lesz, akkor elmondom. Az El Shaddai az azt jelenti, hogy sok emlőjű. Nem csak kettő, nem csak 12, hanem egy olyan, ezért mondtam, ami mindenhol emlőkkel van tele, de olyan emlőkkel, ami tejjel van tele, és mindenhonnan árad, és árad, és árad a gondviselés. Ugyanilyen, mint ahogy a szülés után az asszony, az anyukák. Addig mindig van ellátás, amíg van igény a tejcsire. Amen. Isten ugyanilyen, addig mindig van ellátás, amíg van igény, és amíg van, aki hisz. Betelt. Már nem bírtak többet enni, már rá se bírtak nézni. Szolgálok keze által. És azt gondolom, hogy azért van benne mind a négy evangéliumban. Ez a szíve a mennyek országának. Kifogyhatatlan Isten kegyelme és jósága. Csak egy kicsiből, ha Jézus a középpont. Ha hozzájönnek, ha hittel jönnek. És szolgálok keze által. De nem úgy, mint az Ószövetségben. Mert ez kettő példáról beszél, ezeknek a renegát, a sínaival nem tudom, hogy hogy levő, de inkább Jézushoz közelítő zsidókkal. Az egyik az, mikor a mennyből alászállt a kenyér, és ettek mannát a pusztába. Ugye ez lesz a beszéd, amit Jézus mondani fog, ezzel fogunk következő alkalommal foglalkozni, János 6-ban, hogy ő a mennyből alászállt kenyér, hogy ették a mannát, de az megszűnt. Ő nála soha nem szűnik meg. Az ellátás és a gondviselés. De Jézusnál. Mindenki, aki ott van, jól lakásig megtelik. Nem a kicsi, nem az ószövetségi, nem a múlandó dicsőség, hanem az örök, végtelen, kifogyhatatlan, mindenkinek elérhető dicsőség jött el Jézus Krisztusban. Ez a mennyek országának az üzenete, és ehhez kell arató. Ehhez kell munkás, ehhez kellenek pásztorok, a pásztorok alatt azt értem, olyan vezetők a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, a társadalomban, akik a mennyeit vezetik, oda csatornázzák, oda, abba a helyre, abba a családba, abba a munkahelybe, ahol éppen vannak, és oda vezetik az embereket Isten jóságához. Ti ilyenek vagytok. A jó tanulók ilyenek, a tanítványok ilyenek. Oda mentek, és oda csatornázták. Halleluja! Nem versenyezhet Jézussal, semmilyen proféta, semmilyen ószövetség, semmilyen sínai, hanem ő a kifogyhatatlan teljességnek a hordozója és a dicsőségének a záloga. Amen! És ez mindezt általad, rajtad keresztül, a te kezed által. Ahogy a legelső csodánál is, Kánában, a víz borrá változtatásában is. A szolgálók keze által történt a csoda. Merítettek a vízből, mentek, és betöltötték a pohárba a bort. Amíg mentek, amíg szolgáltak, akkor történt a csoda. Ma is ugyanígy van? Ma is ugyanígy van. Szánd oda, már csak egy kicsit, hogy te a másokért élsz. Hogy te szeretni fogod az embereket. Hogy adod magad. Hogy nem megtartani akarod az életedet, hanem az evangéliumért és Jézusért odaadod. Amilyen mértékben, olyan mértékben. És meg fogod látni. És meg fogod tapasztalni. És mondtuk még egyet is ezt, aki a táborba jön, az meg fogja bővebben hallani. Elizeus. Tudjátok, mire volt híres? Mielőtt még hírnév nélküli volt. Mielőtt hírnév nélküli volt, miről volt híres ez az ember? Na, nem hallom. Illés kezére szokta
önteni a vizet. Erről volt híres ez a teljesen jellegtelen, ismeretlen ember. Ő az a senki, név nélküli, aki Illés kezére, mikor ő vécén volt, és végzett, és oda jön ez az ember, és aki önti a ilyen mobil bio kút. Élő csap. Ez volt Elizeus. Önti az Illés kezére a vizet. És tovább megy. Szolgált. Szolgált. De miről híres Elizeus? Hogy kétszer, már mutatom, sokszor, százszor, ezerszer, kétszer annyi csoda történt az ő életén keresztül, mint Illésén keresztül. Amen. Halleluja. És figyeljetek, Jézus mit csinál? Hú, hát ez eddig fantasztikus, srácok, ugye? Ugye? Milyen jó hitben élni, mondja a tanítványoknak. Ugye? Milyen egyszerű? Én tudtam a zenétől kezdve, csak akartam látni, hogy ti tudjátok-e, hogy nektek kell megoldani, vagy nekem kell megoldani rajtatok keresztül. Ti is kelletek hozzá, de nem ti oldjátok meg, hanem én oldom meg rajtatok keresztül. Majdnem ugyanaz. De a ti megoldásotokban maximum mindenki egy kicsit kapott volna, az én megoldásomban meg mindenki degeszrette magát, és ti voltatok a dicsőségnek a hordozói. Rajtam keresztül történt. Én osztottam, és én engedtem, és csak úgy szárnyalt, és esett, és hullott majdnem, mint a manna a pusztába. Halleluja. És akkor is azt mondja, szép volt, fiúk. Most szépen összepakolunk. Hát annyira nagy volt a dicsőség. Mekkora nagy lehetett a dicsőség? Gondolj benne, mennyire nagy lehetett az önkívület, az extázis, a hangerő, a zűrzavar, szent zaj, én csak így nevezem, a profétikus révület, mindenki eldobott mindent, a jó magatart, mindent, csoda történt, mert az emberek azért jöttek, hogy elragadják, magukkal ragadják Jézust, és királyát tegyék. Mekkora őrült buli lehetett ez? Mekkora, hogy most királyá kenjük, menjen, pusztuljanak a rómaiak, a herodesek, mindenki. Jézus az, ez volt a közhangulat. Mekkora őrült. És ebben mondja Jézus azt, itt van az Úr dicsősége, semmi mással ne foglalkozzatok. Nem ezt mondja. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványihoz, Jézus, szedjétek össze a felesleges darabokat. Hát most rendet is kell rakni, most el is kell pakolni, most be is kell csukni, most fel is kell sebbe. Ne, ez olyan, annyira szellemietlen Jézus. Annyira nem vagy flow-ba, annyira nem vagy kenetbe, hát nem érzed? Nem érzed Jézus? Jézus mondja, szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. A bőségnek az istene, nem a pocséklásnak az istene. A bőségnek az istene. Kifogyhatatlan. Addig van, de nem a pocséklásnak, hanem az áldásnak, és az áldásnak a hasznosításnak, és a pörgetésnek, és a újra. Nem tudjuk, mi történt ezzel az összeszedett maradékkal, de annyit tudjuk, hogy összeszedték tehát, és 12 tele kosarat töltöttek meg. Miért pont 12? Mert szerintem 12 is szedő, gyűjtögető volt. És miért az a 12 kosára? Nem tudjuk. Lehetett a 12 szedői? Mert ők csak szolgáltak, és úgy érkeztek meg a helyszínre, hogy éhesek voltak. Arra se volt idejük a szolgálat miatt, hogy egyenek. Hát Jézus csak az övéről nem gondoskodik, akik szednek, akik szolgálnak neki. Halleluja. A felesleges darabokkal, azoknak, akik ették. Azoknak volt felesleges, akik ették. És van egy csomó olyan dolog, amit benned van, és nem eszik. Nem eszik a családban, nem eszik a munkahelyen, már felesleges. De neked az még élet. Neked az még csoda kenyér, ami százszoros, ezerszeres isteni életet közvetít.
Tudjátok, amikor az ember szolgál, nem a hiányából szolgál, amikor az ember adakozik, ha már ezt a példát mondom, ne a szükségetekbe adjatok, azt mondja 2 Korintus 8-ban, hanem a bőségetekbe, a pluszból. Amikor az ember szolgál, ő nem abból szolgál, amilyen nincs, hanem abból, amilyen van, jön, aki én hozzám jön, szomjazik, az igyon, és amikor iszik a belsőből, élő vizek folyamai áradnak. A bőségből, a feleslegből szolgálunk. A feleslegből szolgálunk. És ezért kell azt értékelni, megbecsülni, nagyra tartani. Nem tudok itt nektek elmondani mindent. Ó, nem baj, nagyon jó helyen van, köszönöm szépen. Te nem tudod elmondani, te nem tudod kivitelezni, te nem tudod. Nem baj, nagyon jó helyen van nálad. Összeszedted és értékeld az Isten dicsőség. Csodája van abban, hogy te annyi mindennel rendelkezel. Amen. Halleluja. János 6.33. Mert Isten kenyere a mennyből szállt le, és életet ad a világnak. Ezek az emberek magukkal akarják ragadni Jézust, mert kenyeret ad. Ó, nem kell többet dolgozni. Most amúgy is ugye lehet, hogy nyugalom év van, plusz bevétel. Mi lenne, hogyha minden nap? Hát ő lenne a király? Minden nap ez lenne. Ugye az nép kenyeret és cirkuszt akar, itt mind a kettő megvolt nagyjából, úgyhogy a pipa megvolt. És már vitték volna, de Jézus vált a Jánosban. És csak egy gondolatot. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg soha. És aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Lehet, hogy Mózesnek és a törvénynek és az aszerinti isteni járásnak és istenfélemnek és igazságnak van dicsősége. És van becsülete. És van méltósága. Igen ám. De annak az életnek, amit az Úr Jézus hozott, annak a dicsősége, annak a becsülete, a mennyei új szövetségnek, annyival nagyobb a dicsősége, hogy a régi már nem is dicsőséges többé. Már nem is dicsőséges. Jézus azt mondja, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Én erre hívlak. Látva ezt a történetet, hogy gyere, nem a csodának a látványához, hanem a szerzőjéhez. Lehet, hogy ez a kívánság azért, de bárcsak én is ehetnék abból a kenyeret, bárcsak én is kifizethetném a számlámat, bárcsak én is meggyógyulhatnék. A válaszom az, hogy te is ehetsz, te is kifizetheted, te is meggyógyulsz, ha Jézushoz jössz. Mert ő a mennyből leszálló kenyér. Ha hozzájössz, hittel. Aki én hozzám jön, hittel. Nem szomjazik meg soha. Ez egy nagyon egyszerű dolog. A hit az ember hallja, emészti, és ahogy megvallja, bekerül a szívébe. És miközben megvallja, úgy, hogy a szívében van, a szívében hisz, meg lesz az neki. Úgyhogy én arra hívlak itt a teremben, és a képernyők előtt, hogy vald meg velem együtt. Vald meg velem együtt, és bátran. A hitedet Jézus Krisztusban, mint a dicsőség urában. Úgyhogy bátorítanak, hogy itt a terem és a képernyők előtt. Velem együtt emeld fel a szavad. Drága Jézus, te vagy a szent, és te vagy a felmagasztalt. Tied minden dicsőség. Örökön öröké. Én áldalak téged. Én hálás vagyok érted. Mindazért a kijelentésért, és információért, és jelenlétért, amit belőled és tőled tapasztaltam. De én most áldást is mondok. Te rád. Megvallom azt, hogy te áldott szent szabadítom vagy. Te vagy az én gyógyítom. Te vagy az én ellátom. Te vagy az én dicsőségem. És te vagy az én reménységem. Nekem nem szükségben kell élnem, hanem bőségben. Mert te azért jöttél, hogy nekem örök, teljes, bőséges, több, mint elég életem legyen. Köszönöm, hogy megvan már. Kegyelemnek a minimuma. Az 5 kenyér már az enyém. A biológiai élet már az enyém. Az én testem. Az én javaim. Az én életem. Az én időm. Ez egy adathordozó. Arra, hogy a menny beszálljon. Leszálljon. És megváltoztasson mindent. Hogy a mennynek a dicsősége kiáradjon. Az én életemben, az én családomban,
az én munkahelyemen, az gyülekezetben, az egyházban, az én településemen, és ebben az országban, hogy ami a mennyben van, legyen meg itt a földön. Én hálával és áldással elfogadom ezt, hogy te arra hívtál el. Minden próbán keresztül, hogy te dicsőséged, szereteted és nagyságod nyilvánvaló legyen, mert meg fogom látni, meg fogom tapasztalni, megízelem jó lakásig, hogy ezerszerte is jobb vagy, több vagy, mint azt én el tudnám képzelni, vagy gondolni. Ezért vagyok én áldott, és ezért vagyok én szeretett. Amen. Szíverősítő. Mert az a jó, a kegyelem által erősítetik meg a szív. Ha szeretnél rólunk többet megtudni, látogass el a www.szívbunker.hu weboldalra. Amennyiben tetszett a műsorunk, vagy észrevételed, bizonyságod van, írd meg nekünk! E-mail címünk info@szívbunker.hu. Adásunkat a Szívbunker Média készítette. Technikai és támogató partnerünk a Star Production.